Hello, Bello. Andrea kérdezte, hogy mondta, hogy nem érti az üzenőfalat. Tudod, hogy említettem a testrészek, bizonyos belső szervek, mint üzenőfalként jöhetnek. De ebben az esetben, vagy ebben a videóban azt kérte Andrea, hogy magyarázzam, hogy mik a balesetek okai. Mondta, hogy nagyon sok balesete volt, kisebb, nagyobb autó, elesések, leesések, akár életveszélyes, vagy számos töréssel. Mint minden, minden komplex. Ez több száz dolognak az összetevője, de elmondom a fő komponenseket is. Minden komponens alatt van egy kifinomult verzió. Tudjátok, ez olyan, mint egy idegműtét. Itt nem lehet henteskedni, tudod. Nagy késekkel, meg minden. Az meg van oldva általában az elején a transformációs folyamatnak, és mikor ilyen szintre jutunk, akkor nagyon kifinomult minden. A kifinomultsággal jár természetesen az, hogy sokkal nagyobb felelősséggel jár. A kifinomultabb dolgok a kvantum elmében, azok hajtják az életet, azok irányítják az életet, és ami fölöttük vannak, azok csak kialakult kompenzációk, amiket természetesen meg kell gyógyítani, integrálni kell. A balesetnek van egy nagyon érdekes pszichológiája, és kezdem azzal, kezdjük az egyszerű résszel, amit már hallottál százszor, az, hogy van egy olyan hiedelmünk, hogy nem vagyunk elég jók. Nem vagyunk elegek, nem vagyunk elég jók. És tudod, a legtöbb ember akkor erre alkalmaz bizonyos technikákat, regressziós technikákat, meg ilyen, ez a tapping, nem tudom, hogy hívják, EFT, Emotional Freedom Technique, stb. De ezek nem az elmének veszik a programot, hanem az energetikát próbálják macerálni. Ha nem vagyunk elég jók, az egy nagyon több rétegű hiedelem, és annyira egyszerűnek hangzik, és annyira felháborítóan ilyen fontos talannak hangzik, hogy az ember mondja, hogy oké, csináltam egy hipnózist, már minden jó, tudod, már magabiztos vagyok, és már elég jó vagyok, és STB. Viszont egészen lemegy a teljesen a quantum core-ba. A core az azt jelenti, hogy az a tő, az a fő, az a tő. És az történik, hogy van egy olyan core, ilyen tő árnyoldalunk, amit úgy hívnak, hogy az árva gyerek. Ennek van egy nagyon érdekes és összetett pszichológiája. Az árva gyerek az egy érdekes valami, mert én is az voltam. Tehát ez majdnem mindenkiben megvan, aki van egy kis mozgási vágy. És ez nem edzés, mozgás, hanem úgy mehetnéke van külföldre, vidékre, utazni, menni, jönni, menni. És ez az árva gyerek, az árnyoldalunk, ez azt csinálja, hogy már a lélek szinten, tehát még az inkarnáció előtt bevállalja ezt a feladatot, ez egy feladat. Emlékeztek az elme legfelső részén, itt van a feladat. Utána ott annak a mizéria, az áldozatság, utána akkor a dűrohamok, utána vannak a kor, tehát ezek a tő árnyoldalaink, a DNS árnyoldalaink, és így tovább. Na ez az árva gyerek, ez a tő árnyoldalban is irányít minden fölötte lévő több tízezer réteget. És ez azt csinálja, hogy elfut otthonról, elszalad otthonról, elköltözik otthonról. Próbálja a családot megszabadítani az úgynevezett nyűgtől. Ő azt hiszi magára, hogy ő egy nyűg. Tehát amellett, hogy nem vagyunk elég jók, még úgy érezzük, hogy mi egy nyűg vagyunk, csak egy baj vagyunk a család számára. És ez már elég durva hirdelem. Mert mi itt most, tudod, ha belegondolsz, most így logikusan is, attól függetlenül, hogy bennünk van is, tudod, pörög és vibrál és befolyásolja a gondolkodásmódunkat, ha egy picit így, most így megállsz, és úgy elmében átnézed, hogy ha te úgy érzed, vagy most tegyük feltételes módon, úgy éreznéd,
hogy te egy nyűg vagy a családod számára, akkor mit csinálnál? Mondok, hogy ezen. Hát azt csinálod, hogy elrohanná, elmennél a francba, próbálod őket felszabadítani a te a nyűgségtől. Okay? Ezt csinálja az árva gyerek. Elfut. Elhagyja a családot azért, hogy megszabadítsa a családot ettől a nyűgségtől. Vagy nyűgtől, ami magának beveszett, hogy nyűg. Emiatt elkezd futni a világba, fejtelenül. Keresi a választ, keresi a megoldást. De amikor ő elment otthonról, ez lehet, hogy ez csak metaforikus, de valamilyen szinten mi elhagytuk a családunkat. Az árva gyerek elhagyja a családot. Ez lehet, hogy más városba költözik, én elmentem a világ másik végére. Tudod, ennél már nem lehet messzebb igazán költözni, mikor jönnék vissza. De hát az árva gyerek árnyoldalunk ezt csinálja. És elkezdünk futni a világban, és csak rohanunk, 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 de fejtelenül rohanunk, és céltalanul rohanunk. Próbálunk megszabadulni attól a hiedelemtől, hogy nyűgök vagyunk, próbáljuk a családot, a család élet, vagy a családunknak, az eredeti családunknak megkönnyíteni az életet azzal, hogy mi elmegyünk. Mi nem vagyunk elég jók, és ez egy olyan több rétegű, több száz rétegű egy ilyen habitussá válik, vagy egy ilyen energiává válik, hogy már ki se láttunk ebből a hurokból. Sokszor kijön az, hogy hát én nem, majd én elmegyek, persze, tudod. Ez olyan az elhagyatottság érzés is. Sokszor. Én majd inkább elmegyek. Mindenki legyen jól nélkülem. És ez egy olyan 10-20 év után elkezd mutatkozni balesetekben. A világegyetem, az Isten, a Teremtő, az arról szól, hogy segítsen nekünk fejlődni, segítsen a törzs fejlődésben, segítsen a gyógyulásban. Mert a gyógyulás nélkül nem tudunk fejlődni, tehát nincs törzs fejlődés, nincs emelkedés a belső elme kitisztítása és kiürítése nélkül. És a Teremtő azt akarja, hogy ne érezzük magunkat rosszul, csak mivel annyira be vagyunk pörögve, és az intuíciónk az még eléggé rozsdás, mert nem akarták így a bizonyos erők, hogy mi azt jól használjuk, tehát nem figyelünk az isteni hangra. Rohanunk, 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 rohanunk. És akkor azt mondja, így a Teremtő, lehet, hogy ha az univerzumot mondod, akkor az segít, tehát most csak valami, tehát így a forrás, a külső, ezért, hogy ezt a kis izét, csávót vagy csajt meg kell állítani, mert fölöslegesen rohangál. Hogyan mondja meg neki, hogy ne rohangáljon, és gyógyítsa meg magát? Először jön ez a, éj, figyelj, kis hugom, kis öcsém, tudod, nem kéne, de nem halljuk meg, mert tudod, adrenalin megfutunk, meg messze kell, hogy menjünk, meg nem érezzük magunk, hogy mi jók vagyunk, és tudod, amikor ilyen, ezek az elmi programok, ezek tényleg stresszbe hoznak minket, a stressz meg ez, hogy nem hallunk, nem látunk, csak a magunkét hajtjuk. Futunk, futunk, futunk. Én is ilyen voltam. Mondom, én egy öt tusáztam még otthon is. Utána itt is futottam, mint egy nyúl, olyan gyorsan futottam, mint egy zerge. Most már nem szeretek, mert fáj, már nem akarom. De futunk, 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 és akkor az univerzumnak van egy olyan metodikája, hogy vannak ezek a mintázatok, és a mintázat megszakítás. És ezt nem tudom magyarul, hogy mondják. Jó, azért mondom el angolul, hogyha aki tud angolul, akkor azt kérem, hogy kommentálja be a magyar jó megfordítást, hogy akkor azt tudjam használni. Azt úgy hívják, hogy pattern interrupt. Tehát ez a mintázati megszakítás. A mintázat az a habitust, amit csinálok.
annak a megszakítása, megállítása. És minden baleset az egy ilyen mintázat, vagy egy habitus mintázatnak egy megállítása, egy félbeszakítása. Miért esünk el? Miért rúgjuk meg a kis ujjal az ágy lábát? Miért van az autóbaleset? Miért esünk el? Miért rúgunk bele a kőbe? Miért vágjuk meg az ujjunkat? Miért? Ebben mindegyikben ott van ez a nem vagyok elég jó, én egy nyűg vagyok, én, és akkor jönnek ezek a kis mikro kijelentések, de ott van az árnyoldal, a tő, vagy a tő árnyoldal, ez az árva gyerek. Az árva gyerek az nem csak arról szól, hogy ő nem érzi magát jó, elég jónak, meg hogy nyűgnek érzi magát, hanem amikor, és itt jön egy egótrükk, amikor mi elmentünk otthonról, és magam példát hozom fel, mert én egy eszmetlen komoly árva gyerek ilyen árnyoldalt futtattam. Mi elhagyjuk a családot, és bűnösnek érezzük magunkat, amiért, hogy elhagytuk a családot. Tehát az elhagyatottsági érzésünk az azért van, mert mi elhagytuk a családot. De a család elhagyása az már nem az első volt, ezt már múlt életekben is csináltuk, és az ego azt mondja, hogy szereti kihasználni ezt a szitut, ami gyógyulatlan, mert nem úgy jöttünk el, hogy gyógyultan, hanem sérülten. Én innen elmegyek, én nem akarom, hogy tudod, teher legyek nekik, hogy nyűg legyek nekik, tudod, inkább összedek minden, és akkor bum, tudod, elhúzzuk a izét, kimegy, elmegyünk. És mikor elmegyünk, akkor ezt az elhagyatottsági érzést, ami egy komoly trauma amúgy, nagyon komoly veszteségérzéseink vannak, ezt újraélesztjük. Ezek már réges-régi traumák múlt életből, múlt életekből, és amikor a családot elhagyjuk, akkor megszakítjuk magunkat az úgynevezett mennyektől, vagy mennyországtól. Tehát egy komoly szeparációt teremtünk magunk között és az Isten között, és a teremtő között. Ez nem evidens, tudod, semmi nem evidens, rögtön. 20-30 év után, amikor tudod, az ember már botladozik, meg minden a fáj, már a kise lát a fájdalomból, akkor azt mondja, hogy mi a franc folyik itt, és akkor kezdjük el felfedezni azt, hogy komoly szeparációk vannak, ilyen az Istentől, a mennyországtól, a békétől, a családtól, és most olyan, ilyen ártatlannak hangzó szavak, meg kifejezéseket törlünk ki, mert erről szól az elme, hogy az töröl, az distorzít, tehát az torzít és az általánosít, és a halk pici ilyen koncepciókat, meg dolgokat, azt kitöröljük, az ego az, hogy ez nem fontos. És tehát az árva gyerek ugye akkor megvan a hiedelmei, hogy nyűg vagyok, teher vagyok, nem vagyok elég jó. És ez a rettenetes sok futás után, hogy az univerzum az, hogy oké, állj meg, tudod. Ez a seggen ziplat. És mi ezt nem értjük, először csak jön a kis baleset, megütöm a térdem, megütöm a kisfiam. Jaj, de fáj, franc, egy meg, akkor raktapaszt rá, és csináljuk tovább az életet ugyanazzal a mintázattal, ugyanazzal a habitussal. Akkor azt mondja az univerzum, hogy ez nem hallgat, akkor feltekerik a hangerőt. És akkor jön egy olyan, hogy akkor neki megyünk az asztalnak, hogy mindenütt fáj. Akkor nem hallgatunk, mert tudod, nem vagyunk arra tréningezve, hogy a halk szavakat halljuk, és arra sem vagyunk tréningezve, hogyha hallanánk ezeket a hangszavat, hogy tudnánk mit kezdeni vele. Ez a lényeg, hogy hallhatod, de nem tudod mit kezdeni, nem érted a kvantum jelentőségét, akkor olyan, mint egy fölösleges információ. Tehát ott te is, amiben jó vagy, és kifinomultan tudod csinálni, tudod, hogy vannak olyan részletek, egy csomó olyan részlet, ami nagyon fontos, de az átlag ember az elséklik fölötte. És ez ugyanolyan. Az elme munka, az olyan, mint egy idegsebészet.
legtöbb ember elsiklik a nagyon fontos dolgok felett. Na, nem figyelünk, ugye már az asztal már ki, van itt egy zöld folta izénk az oldalunkba, nem figyelünk, csinálják tovább a hülyeséget. És akkor jönnek a hangosabb a balesetek, autóbaleset. Bum, hát ez honnan jön? Á, gyorsan rohanjunk tovább. Én is annyi autóbalesetben voltam, ez hihetetlen. Ugye egy nagyon őrült srác voltam, nagyon őrült. Most sem, már csak sokkal integráltam, most nyugodtam. De tehát az egyik, hogy az állva gyereke csak rohan, őrült, mindenféle ilyen izéje van. És még onnan tudod fölismerni az árva gyerekedőnk is, helyesen szemtelen. Vicces, szemtelenkedik. Pimasz. Pimasz. És ha ezeket elmondom, és elmosodsz rajta, akkor magadra találtál. És az a lényeg, hogy ezt úgy kell meggyógyítani, hogy ugye a hiedelmeket azt nullázni kell, tehát hogy nem vagyok jó, hogy csak egy akadály vagyok, csak egy teher vagyok, ezek mind ilyen rossz hiedelmek. Utána akkor el kell integrálni kell a részintegrációval ezt a megszakadást a mennyországtól, meg az Istentől, ott meg kell reparálni egy csomó olyan ilyen kvantum pszichológiai dolgot, amit a legtöbb ember az elsiklik fölött, és utána integrálni kell az árnyoldalát, hogy az árnyoldal karaktert, ezek az árva gyermeket, és utána integrálni kell az árnyoldal kompenzációkat, mivel ez is valamit kompenzál. Tehát most azért mondtam ezt az utolsó részt, hogy azok köztetek, akik technikai beállítottságok, és ennek tudják a technikáit, hogy ezt így kell csinálni. És utána akkor ott vannak kompenzációk, akkor a nagy balesetek megszűnnek, és akkor lehet, hogy még marad egy ilyen 5 vagy 10 százaléka, és akkor arra folyamatosan vissza kell menni, és ezt a árnyoldal kompenzáció integrációt kell csinálni. Látjátok, milyen jó? Mennyire durva? És tudod, ebben az a fantasztikus, hogy ezzel egy ember életet meg lehet menteni. Tehát az az egész, amit én tanítok, és ez egy frusztráló út volt. Tehát nehogy ne higgyétek azt, hogy emberekkel foglalkozni könnyű. Mert nem az, mert a legtöbb az smuci, meg kis gyökér. De ez is most meg fog változni. Tudod, az ego az nagyon-nagyon arrogánssá tette az emberiséget. De most már ez is változik, mert az emberek, ahogy ébrednek, fellátják, hogy most mit keménykedek, most kinek próbálok mutatni, hogy mennyire izé vagyok. Jó, vagy erős. És amikor ez megoldódik, utána egy ilyen 20-30 éves, egy ilyen habitus, egy ilyen nagyon-nagyon destruktív habitus megáll, és igazándiból megszűnnek a balesetek. Mennyire jó ez, nem? Ez a lényeg, hogy az egész életünket át tudjuk drótozni. Akkor még egy utolsó ilyen zárszóként, hogy attól függ, hogy még mi ilyen típusú sérülésért, utána ott még vannak finomságok, miután mi átmentünk ezeken a lépéseken, ha nagy Isten megvágjuk magunkat, mit jelent a vágás, mit szimbolizál spirituálisan, mit szimbolizál egy autóbaleset, mit szimbolizál egy elesés, egy csonttörés, és így tovább mindegyiknek megvan a maga szimbóluma, és amikor ez megvan, akkor bum-bum, átértad úgy a személyes történetedet, vagy a történelmedet, hogy meg az elmédet, tehát ez csak az elmén keresztül lehet ezeket átérni, hogy megszakadt ez a rohanás, és már nem kell többet futni a semmibe, tudod, vakul. Mondok még valamit, ez valószínűleg tetszeni fog nektek, ez csak azért mondom, mert én is egy ilyen csillagmag vagyok. Azok köztetek, akik ilyen starseeds, csillagmagok, azok mindegyik árva gyerek. Tehát ez az árnyoldal, az mindenkibe ott van.
megfigyeled, akkor az egész életünkre az volt a jellemző, hogy be volt borsozva a seggünk, futni akartunk, menni akartunk, világot akartunk látni. És csomó részben, akkor nagy része be is jött, tudod? És ez azért van, mert nekünk van egy bizonyos küldetésünk. A küldetés ezen a földön, küldetés a teremtő felé, küldetés egymás iránt. És ennek az igazi oka, tehát a spirituális oka, miután már meggyógyítottuk az összes, tudod, a baj okozó részét, ennek az az oka, hogy kimozduljunk a közkötöttségből, és vállaljunk be egy olyan életet, hogy abba tényleg van fejlődés, gyógyulás, törzsfejlődés, előrehaladás, és hogy ne legyünk megrekedve, mert nekünk nem szabad, mint a csillagmagoknak azt megengedni, hogy mi megrekedjünk. Nagyon sokan meg vannak rekedve köztünk, tehát ez nem mindenkinek sikerült, de ebből kell, mert meglátjátok, hogy pár héten belül egy teljesen más világban leszünk, és akkor ezt a tudást, ezt a spirituális transformációt, ezt nagyon keményen meg kell tanulni. Jó? Hát ennyi. Remélem élveztétek, és akkor majd a következőn találkozunk. Ciao.